A kormányi nagyberuházási igazgatóság által támogatott gazdaságfejlesztési projektumok az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését, a foglalkoztatottság növelését, a kis- és középvállalkozások fejlesztését, a versenyképesség növelését, valamint a vállalkozói és befektetői kedv serkentését irányozzák elő. A gazdasági fejlődését nem lehet elképzelni új infrastruktúra nélkül, azért a Vajdaság területén 10 ipari zónát és 4 ipari parkot kiépítettünk. Ma aláírtunk új hat szerződését, és 200 millió dinárt fogunk befektetni a Vajdaság gazdasági fejlesztésére. A hat támogatott község Kócság, India, Palánka, Szabadka, Zentő és Zicsi falva jelentős fejlesztéseket terveznek a közeljövőben. Szabadkán egy 2100 négyzetméteres csarnokot szeretnének kiépíteni, Zentán pedig az üzleti inkubátorházat szeretnék befejezni. A mi elvárásaink szerint és a terveink szerint az elkövetkező egy-másfél évben körülbelül 2000 új munkahely fog nyílni Szabadka területén, elsősorban a technológiai parkokban és a vámszadövezet területén. A tartományi kormány kiemelt feladatának tekinti a külföldi beruházók idevonzásához szükséges feltételek megteremtését. Nebojsa Malenkovics, a tartományi nagyberuházási igazgatóság megbízott igazgatója kifejtette, ilyen módon szeretnék ösztönözni és megerősíteni az önkormányzatokat annak érdekében, hogy sikeresebbek legyenek a külföldi befektetők idevonzásában és a munkahelyteremtésben, ami fontos lépést jelenthet nem csak az egyes községek, hanem az egész térség gazdaságának fejlődése tekintetében is.